7 változás van a kezdő 11-ben a Törökország elleni mérkőzéshez képest. Ez kicsivel több, mint amit előzetesen valójában akart? Igen. Terveztük, hogy Roli és Milos is ott lesz a kezdőben, de sajnos mind a ketten az utolsó edzésen kisebb sérülést szenvedtek. Természetesen egyik sem komoly, de nem akartunk kockázatot vállalni, hiszen mindössze 2 hónap van mostantól kezdve a felkészülés kezdetéig az EB-re, úgyhogy vigyáznunk kell rájuk. Óvatosnak kell lennünk a játékosaink állapotával kapcsolatban. Természetesen erre számítunk, ezt verjük el, de biztos is vagyok abban, hogy ugyanez a helyzet a klubjukban is. Koszovó egy rendkívül szervezett csapat, ugyanannyira szervezett, mint Törökország pár napja. Koszovó azért jó mérkőzést játszott Törvényországgal szemben, edzőt váltott nemrég, még februárban. Az volt az első meccse Örményország ellen, úgyhogy jó néhány dolgot változtatott a játékban, de nagyon jó játékosai vannak minden egyes részén a pályának, a Napoliból, a Torinóból, a Lille-ből jöttek játékosok, úgyhogy összességében jó labdarúgóik vannak, nekünk is, úgyhogy megpróbáljuk. Csak úgy, ahogy mondtam korábban, nincs könnyű mérkőzés azért, mert egy csapatot úgy hívnak, ahogy mindent, mindenkit nagyon komolyan veszünk. Ez az utolsó mérkőzés a Puskás Arénában az Európa-bajnokságot megelőzően, ez egy különleges motiváció ennek és a csapatnak. Ami igazán különleges számunkra az az, hogy még kedden, még egy munkanapon is, itt van a stadion, teltházas stadionként. A teltház kedd este azt jelenti, hogy nagyon nagy a szeretet, amit a magyar szurkolók a magyar válogatott felé küldenek. Természetesen szeretnénk boldoggá tenni őket, és nem csalódást okozni. Többet és többet tud most már magyarul, ami a szavak mennyiségét illeti, hiszen most már a 3. helyen áll a szövetségi kapitányok listáján. Mit jelent ez? Most történelmileg egy elég jó társaságban vagyok, nagyon-nagyon jó társaságban természetesen Mésző Kálmánnal a 3. helyen. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, mert ahogyan korábban is említettem már több alkalommal, hogyha itt ülsz, vagy nem is ülsz, hogy itt a magyar padon, ott semmi sem nyilvánvaló.